Horváth Tamás a fiatalok csoportjában táncol, a barátja Babarci, és ő hívta meg még 6 évvel ezelőtt a Babarci Magyar-Német Baráti Kör tánccsoportjába. Neki is vannak sváb felmenői, szívesen ápolja a hagyományt. Ez a társaság igazán barátságos, nagyon rendesek, nagyon jól érzem a próbákat, mindig nagyon jó hangulat, ugye rendesen vannak meghívásaink hétvégén fellépésekre, és azokat rendszeresen el is vállaljuk, és mindig nagy örömmel szolgál, hogy mehetünk. A lányok közül 10 éve itt ropja a táncot Benke Laura. Nagycsoportos óvodás volt, amikor elkezdte a táncolást. Nagyszülei német származásúak, így ő is szívesen ápolja tovább a német nemzetiségi tánchagyományt. Ruháját mamája varta, mint mindig. Mivel keresztanyukám a tánccsoport vezetője, és anyáik is táncoltak, ezért kezdtem el én is táncolni. Én nagyon szeretem az utazások, a fellépések, a táncpróbák, és nagyon jó csapatépítő az egész. A Babarci Magyar-Német Baráti Kör 2006. novemberében alakult sváb zenét kedvelő, táncolni szerető, babarci és liptódi fiatalokból. Elsődleges céljuk az volt, hogy a magyarországi német és helyi sváb kultúrát megőrizzék, a zenét feldolgozzák, színpadra állítsanak táncokat, és a fiatalabb korosztályt bevonják a hagyományápolásba. Egy-két év után nyitottak vidám karakteres osztrák koreográfiák felé, ami jelentősen megszínesítette műsorukat. Jellemző volt erre a csoportra megalakulásakor, hogy ez egy baráti közösség volt, és úgy gondoltuk, hogy a szabadidőnket táncpróbák eltöltésével is hasznosíthatjuk, úgyhogy igazából így indult a mi kis utunk. Aztán eleinte csak helyi fellépéseink voltak, környékbeli, majd később már különböző városokban is, illetve Németországban is, Szlovákiában is eljutottunk. Annak idején körülbelül egy teljesen vegyes paletta volt, mert egy 12-13 éves testvérpár is táncolt velünk, a legidősebb pedig talán akkor volt 30 év körüli. Körülbelül, igen. De ez abszolút nem jelentkezett problémának, sőt, teljesen az idősebbek elfogadták a fiatalokat, a fiatalok pedig elfogadták az időseket, tehát teljesen jó kis baráti közösség alakult tényleg. Annak idején az önkormányzat egy épületet adott számunkra, a fiatalok számára, ez lett a mi ifjúsági klubunk, ezt alakíthattuk a magunk ízlésének megfelelően rengeteg társadalmi munkával olyanná, amilyennek mi szerettük volna, és igazából ez volt a mi kis helyünk, ahol minden hétvégén összejöttünk, és elkezdtünk táncolni, és még azóta is folytatódik. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatos utánpótlása legyen ennek a csoportnak. Nagyon segítette a munkánkat a helyi önkormányzat, illetve a német önkormányzat, amit még a mai napig is megtesz, illetve a szülők, a gyerekek szülei, és nagyon sok segítőnk van, hála Istennek, úgyhogy ennek nagyon örülök. Jelenleg van egy 24 fős gyerekcsoportjuk, amely a helyi gyerekek mellett a környék gyerekeiből áll össze. Őket Zsivkovics Nikolett vezeti és tanítja be. Táncolnak itt szajkiak, bóiak és szederkényi testvérpárjuk is van. 26 fős ifjúsági csoporttal rendelkeznek, a felnőttek viszont csak ma estére álltak össze. Azonban Wölfring Anett, a tánccsoport vezetője bízik abban, hogy a későbbiek során is jönnek majd táncolni. A jubileum alkalmából egy kiállítást is rendezett a baráti kör az elmúlt évtizedek emlékeiből a Babarci Művelődési Házban.